A szombati csíksomlyói búcsúval elkezdődik a Hargita megyei turisztikai idény. A turisták idéntől nem csak családbarát szálláshelyeket találnak a megyében, hanem a turizmus kísérő szolgáltatások között is akad olyan, ami hangsúlyosan a családokra, gyermekekkel érkezőkre koncentrál. A Hargita megye tanács által létrehozott Visit Hargita jóvoltából újabb 35 vállalkozás kapta meg a családbarát minősítést. Tényleg ez a mi megyünk. A családbarát minősítés Hargita megyét képviseli, mondta köszöntőbeszédében Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. A védjegyet a járvány miatt bajba került turisztikai vállalkozások segítésére tavaly hozták létre. Ez a tanúsítvány abban segít, hogy a turisták megváltozó preferenciáit ki tudjuk szolgálni, és ebben a tekintetben Hargita megyét pozícionáljuk országos szinten is, és azt, ami ránk a legjellemzőbb, hogy egy egy természetbarát és egy családbarát időtöltési lehetőséget kínál, azt emeljük ki. 35 turisztikai szolgáltatás nyújtó vállalkozás vette át a családbarát tanúsítványt a sajtótájékoztató keretében. Egyrészt egyfajta elismerése már annak, amit eddig is csináltunk, mert mindig is fontosnak tartottuk, hogy ne csak felnőttekhez szóljunk, hanem gyerekekhez is, családokhoz is. Tehát egyrészt elismerése és megerősítése annak, hogy amit csinálunk, jól gondoltuk. A helyi turisztikai vállalkozások képviselői fotózkodnak a népszerű turisztikai bloggerrel, aki a Visit Hargita brand építésében is együttműködik. A bukaresti Razván Pásku szerint Hargita megye természeti szépsége páratlan, amire érdemes mindenkinek nagyon büszke lenni. Látnivalókat tekintve is páratlan Hargita megye, felsorolni is nehéz a látnivalókat. Borszéken és Marosévízen is jártam. Annyi gyönyörű és egyedülálló hely van, amit láttam. Például a geotermikus vízesés, ami mínusz 20 fokban befagy, ez tényleg nagyon látványos volt Marosévízen. De csak pár helyet említettem, rengeteg sok van. A Visit Hargita weboldalon és applikáción kiemelt helyet kapnak a családbarát éttermek és szálláshelyek. A közeljövőben ez a részleg bővülni fog a most minősítést szerzett vállalkozások szolgáltatásaival is.